akarlak lebeszélni arról, hogy valamiben a világon a legjobb legyél, de a legtöbben nem leszünk Michael Jordan, nem leszünk valamiben a világon a top egyek. Ugyanakkor viszont a top 20-ba kerülni sokkal könnyebb, mint hinnék, és az emberek, amikor bele kell rakni a munkát, a csapatást, alulbecsülik magukat ahhoz képest, hogy mennyire könnyű lenne mondjuk a top 20-ba bekerülni. Sokkal könnyebb, mint gondoljuk. És itt jön be a metszet. Hogyha fogjuk ezt a három dolgot, ugye a három dolog, amit szeretünk is csinálni, és jók vagyunk benne, és megtaláltuk a metszetét, akkor annyit kell tudnunk, hogy ebből a három dologból mi mindegyikben a top 20-ba be tudunk kerülni. És hogyha három dolog van, amivel a top 20-ba vagyunk, és azt össze tudjuk kombinálni, mert van egy közös metszete, akkor megteremtettünk egy új kategóriát, egy új nicsét. És a brandünk így lehet egy nagyon egyedi perspektívába, és gondoltuk bele, hogy igazából nem a personal branding definícióiról, meg ilyesmiről beszélek eddig, hanem hogy legyen három dolog, amikbe jók vagyunk, csak a top 20-ba. Nem a legjobbak, de azért okék vagyunk benne. Keressük meg a közös nevezőt, és az lesz a mi personal brandünk, az lesz a mi nichénk, amiért ránk fognak emlékezni. Tök egyszerű példa, vegyünk egy jogászokat, akik tudjátok, ilyen nagyon-nagyon... A példát elmondom mindjárt. Éppen Rovin azt mondják, hogy ez a fő utcája, ahol sétálok, itt sétálok. Van egy kis időm a konferencia alatt kimenni és megnézni. Ami mindig jó, hogyha a lokális dolgokat megnézheti az ember. Meg a másik, hogy igazából elmentem volna pár előadásra, csak képzeljétek el, hogy horvátul van, úgyhogy nem nagyon érteném. Úgyhogy inkább sétálgatok egy kicsit. Ígértem egy példát. Vegyünk egy jogászt, azt már egy félig be is dobtam, aki jó a szakmájában, de nem a legügyesebb. Csak a top 20-ban van benne, ért hozzá, de mellette jól tud prezentálni, át tudja adni az üzenetet a megfelelő módon. Ha összeteszi az előadási képességét és a jogi képességét, már is megvan, hogy beelőzi a legtöbb jogászt, mert ő az, aki a legjobban képes prezentálni az adott témát egy közönség előtt, és kiemelte magát. Ugyanezt keressük meg mi is. Hopp, és már ezen a hajón is vagyok. Ezt nézzétek! Uszoda, tenger. Uszoda, tenger. Tudjátok, a horvátok is elég jók a vízilabdában, azért ez eléggé feature, hogy ott van az uszoda és mellette konkrétan a tenger. Most pedig egy ilyen kis ferén, egy ilyen kis kompon hajón ülök, és átmegyek az egyik szigetre, és ez egy Hekrovinyba, ha bár nem tudok nektek semmilyen nagy utazó vlogot csinálni ebből, de ez egy trükk, hogy itt vagyok a kikötőnél, és ezzel a hajóval képzeljük, hogy át lehet menni az egyik szigetre, azt hiszem Istra, az a szigetnek a neve, és a szigeten van egy hotel, aminek ez egy ingyenes kampja, és csak mondod, hogy ott vagy, és mehetsz, igazából nem kérnek semmit. Úgyhogy, ha meg akartok nézni egy szigetet, és ingyen oda menni, akkor ez egy hack. Ami még mindig jó, hogy kiderült, hogy most, hogy Weekend Media Fesztivál van, 2 óra 30-ig jár reggelig, úgyhogy lehet, hogy még visszajövök a bulira. És érkeztünk a hajóúttal, és itt van a szobám erre a napra, és ami a legfontosabb, tudjátok, a kilátás. Hello szigetek, és képzeljétek el, hát ezt kint mondom el, egy kicsit sötét vagyok, de gyorsan elmondom, az a helyzet, hogy az egyik pici ilyen sziget, amit láttok mögöttem, szív alakú, úgyhogy úgy érzem, meg kéne nézni drónnal, hogy felülről, hogy egy ilyen kis természetes szív alak van. Ugyan.
mi az, amit össze tudunk rakni. Ha belegondoljátok, nekem a vállalkozói, startupos és ezáltal a storytelling, prezentációs technikás múltam, ugye most is egy előadást tartottam, szerencsére full house, tapsal, minden, és mellette pedig van, hogy régen fotóztam, tehát volt valami érzékem ahhoz, hogy hogyan nyomjam meg azt a gombot, hogy állítsam be a kamerát, és még Photoshophoz is értettem. Amikor ezt a kettőt összeraktam, akkor kvázi, mint marketingesként takasztják a hóhért, átültem az asztal másik oldalára, és a régi tapasztalatom által nekem könnyen sikerül az, hogy egy ilyen vlogot összerakjak, megtalálom a perspektívát, és az editálás, és mindenki azt mondja, hogy hú, de baromi nehéz, nekem egyszerűen megy. Ez például egy aspektus annak, hogy ez az én kategóriám. Elég viharos most az idő, naplemente van, nem ismertem egyből az előző bejelentkezés óta felreptetni a drónt, úgyhogy ez nem is abból az időből van. Viszont ez, amit láttatok most, ez egy jó kis timelapse, meg egy fotót is majd Instagramra kirakok, annyira jól nézett ki ez a szimmetria azzal a kis beugróval, hogy be lehet menni a tengerbe. Volt bármi értelme annak, amit eddig meséltem? Inspirál ez bármennyire? Van saját kategóriád, amire így magadra ismert, hogy aha, tényleg ezt meg kéne csinálni? De ha nincs is, egy kérésem, hogyha lehet, és tudjátok, a visszacsatolás fontos, és jó lenne, ha több visszacsatolást kaphatnék, kommentbe írjátok meg, hogy először csináltok meg ezt a listát magatoknak, tudjátok, hogy miket szerettek csinálni, mibe vagytok jók, és hogy találtatok-e bármi nicsét, bármi közös halmazt. Kezdjünk el erről beszélgetni. Ha most találkoztunk először, kérlek iratkozzatok fel, a csengőt is nyomjátok be, menjetek át Instagramra, ott is kövessetek be, kérlek, ott napi szinten pár inspiráló gondolattal és cool, drónos, hasonló felvételekkel jelentkezem. Remélem, így akkor jövő héten is fogunk találkozni. Sziasztok!